Halljunk szót! Kedves Nászai asszony, jól tudom, mi már egyszer beszéltünk, mikor a kocsmába csonkapipát cseréltünk. Borral is megkínált, de eljött az óra, vőlegényünk haragjába olyan, mint a pozdórja. Ripeg, ropog, káromkodik, sonfapát keres, ijeszget, hogy számunkra készen áll a deres. Ne vegye ezt tréfának, kedves Nászai asszony, elvisszük mi a menyasszonyt, hogy házasságot vegyen, ezentúl egész új életet éljen. Én is kérem a kedves szülőket, bocsássák útjára gyermeküket. Kérjék az Istent hincser áldását, és tegye boldoggá az ő házasságát. Éljen! Thank you.
ígéredet, hogy leendő feleségedet tisztelen és szereted, míg a halál el nem választ benneteket egymástól. Ígérem. Elfogadod-e a gyermekeket, akikkel Isten megajándékozza a házasságot? Elfogadom. Ígéred-e, hogy Krisztusnak és az ő egyházának törvényei szerint neveled őket? Ígérem. Helga, megfontoltad-e Isten előtt szándékodat, és szabad elhatározásból jöttél-e ide, hogy házasságot kös? Ígéred-e, hogy leendő férjedet tiszteled és szereted, míg a halál el nem választ benneteket egymástól? Ígérem. Elfogadod-e a gyermekeket, akikkel Isten megajándékozza a házasságot? Ígéred-e, hogy Krisztusnak és az ő egyházának törvényei szerint neveled őket? Mondd tehát, utána, Helga, Isten szent szín előtt, Isten szent szín előtt, feleségül leszek. Helga, nyilatkozzál Isten és az Anya Szent Egyház színe előtt, akarsz-e a jelenlévő nándorhoz feleségül lenni? Igen, akarok. Mondd tehát, utána, nándor, Isten szent szín előtt, Feleségül megyek hozzá. Most megkötött házasságot az egyház nevében érvényesnek nyilvánítom, és megáldom az Atya, a Fiú és a Szent Fiú nevében. Kedves vendégek, az ifjú pár nevéről és az örömszínök nevéről mindenkinek nagyon jó étvágyat kívánok!